Csodálkozott a kerület polgármestere, amikor belépett a sajtótájékoztatóra. 8 tévés táv és legalább annyi újságíró volt a teremben. A nagy érdeklődés oka, hogy a javaslata szerint a 14 évnél idősebbek nem használhatnák a játszótereket a 8. kerületben. A középiskolások, amikor véget ér a tanítási idő, elmennek a játszóterekre, azokat elfoglalják, leülnek a játszóeszközökre, és sokan ott rúgnak egész délután. A polgármester szerint sokan panaszkodnak a kerületben a kamaszokra, hogy elveszik a helyet a gyerekes családok elől, és tönkre teszik a játékokat. Elmentünk a Kálvária térre, az ott működő egyesület tagjai minden nap ott vannak. Azt mondják, ők nem találkoztak játszótereket megszálló középiskolásokkal, inkább egy-egy iskola kerülővel. Időnként vannak olyan gyerekek, akik nagyjából így név szerint is ismerünk, akik nem járnak iskolába. Szóval ezt lehet tudni, mert hétköznapokon is itt vannak egész nap, és ez például szerintem lehet, hogy ez egy valós probléma. Mivel a rendelet tervezett 14. évét betöltött személyekről beszél, megkérdeztük a polgármestert, hogy a szülőket is megbüntetik-e a játszótereken. Nem valós az az állítás, hogy a kisgyermekes szülők kiselvolására törekednék. Mert azon én is egy kicsit fennakadnék, hogyha itt az önkormányzatról valaki ezt tervezni. A demokratikus koalíció szerint viszont hiába beszél a polgármester életszerűségről, ha a papíron a 14 éves korhatár szerepel, amit a rendőröknek vagy a közterület felügyelőknek figyelembe kell venniük. Ebben a rendeletben is benne van az, hogy ártatlanul fognak megbüntetni 16 éves gyerekeket és anyukákat, akik bementek a játszótérre, hogy meghajtsák a gyereküket. A tervezet szerint a büntetés helyszínen 50 ezer, közigazgatási bírság esetén 200 ezer forint lehet, de a polgármester szerint az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat. A 8. kerületi képviselők holnap szavazhatnak a javaslatról, amit a polgármester szerint még lehet módosítani. Ha elfogadják, akkor egy hét múlva lép hatályba. Borsod István, RTL Híradó, Budapest.